Szervusztok! Szervusztok! Hogy 5 év múlva megint legyen valami. Pedig én voltál a múlt. Szia! Perikém! Szevasz! Ne jó, szia! Szia, hogy nekem bemutatkoznom. Csak az ilyen. Hát szomszéd asszony, emlékszel, még rám, szia. És ne emlékszel. Kavikám, szevasz. Na. Meg a csapadat. Mondjad. Te ki vagy? Tóth Jóska vagy. Jóska, jéééé. Látjátok, nem ismerek. Fantasztikus. Csaba Laci vagyok. Te meg a Nelly vagy. Szavaz. Gyerekek, 58 év, 50, tudod mennyi? Kicsit alibálok, igen, igen. Több, mint egy emberöltő, szerintem, nem? Hát, igen. Van, aki ennyit nem él meg, úgyhogy... Kettőtökre jobban így emlékeztem, azt érdekes, és a Józsinál nem tudom. A Tótokra nem emlékeztem. Hogy az Erzsi, meg a... Hogy ne, hát nem, de így most... A Jóskát se láttad rég. Nagyon, nagyon régen. Mi is jelszóval találkoztunk. Igen? A Baros utcában. Egy gitár. Mert fölhívott, azt mondja, tudod, hogy nézek? Nem. A kocsim rendszámát megmondtam. Figyelj, hát 50. Iszonyatos, igen. De hát ez van. Cucoljatok már. Na, lecucolunk. Gondolom, hogy oké. Okay. Na, akkor valaki lehessen. Na, megyek, nézem tovább a tablót. Bocsánat. Jó, megyünk kibolyát szedni. Na, tessék. Csak az illatok után menjünk. Ott vannak. Jó fele jövünk? A későn jövők, akiknek már nem kell krumplit pucolni? De az még hátra van pont. Szevasztok. Milyen köccse? Milyen köccse? Szevasz, Istám. A későn jövő csapat nevében pucolnának. Szia. Elbusz Marika, aranyos vagy, hogy te itten besegítesz, már itt egy éjszakát eltöltöttetek. Puszilla. Igen. Szia. Hát kénytelenek voltunk. Szia. Szia Marika. Na. Még a... Úgy. Kisebb, most megjött. Így igaz. Ezen rajta van, akik a múltkor itt voltak, a fiatal tudod görgetni lefelé. Uh-huh. Tudod görgetni lefelé. Jó. Nem tudom, hogy én miért raktak a kapusnak engem, ugye a Csaba Laci volt az, aki kapusnak rakott engem, én mindig hátat fordítottam. Azért, mert ahogy a szövegben benne van, hogy te vársz minket a kapuban. Ja, de nem én vagyok a kapus. De hát te lettél ezért. Azért az érdekes, hogy összehasonlítani igen. A gyerekkori képet igen. A mostanival. Igen. De én tegnap megnéztem, amit a Laci főrapott videó. Úgy sajnálom. De érdekes módon, hogy beszélgettetek arról, hogy ki hol lakik, meg hogy kivel mi. Tóth Jóskáról nem kérdeztek semmit. De hol lehet ő? Pedig hát... Akkor amikor be... Hát, de nem találtunk. A többieket se, de azért megkérdeztétek, hogy... Hát, ha nem én végig próbáltam. Nem emlékszem, érted? Hát, akkor én végig próbáltam mindent, és akkor annyit mondott nekem a Feri, a Topercel Feri, hogy majd utána néz, mert hát, ha megvan a cím. Meg tudod, az iskolai, a középiskolai találkozókkal részt szoktál venni. Kitértál meg? Hát igen. Igen? És hogy hát, ha megvan a cím mivel? Valakinél, és majd elküldi. De hát akkor már késő volt. Mivel? Pisti, szerintem ezt annak idején elküldted, de... Ezt igen, mert ez módos, de nem az, amit te csináltál. De, én kicsit értem. Na, azért mondom, hogy légy szíves, ezt tedd majd közkincsé. Én mindent közkincsé teszek. Jó? Valaki mondta nekem, csak már nem emlékszem, hogy ki, hogy majd hoz pendrive-ot és arra átveszi a dolgokat.
Hát majd jelentkezik, aki mondta neked. Atyavilág. Na jó, de hát ez nem, nem sokat foglal el, hogyha akinek van e-mail címe, oda elküldött. Ez nem, de az összes többit mondtam, hogy oda lehet a Tóth Jóskának. Nem tudom, már valaki. Na jó, és aki ezt bevállalta, hogy pendrive-ra átjátszod, az fogja nekünk továbbítani? Nem, hát azt én majd továbbítom, azt nem probléma. Jó. Keresztül, hogy megjött-e? Mi? Ja, volt reggel idődre? Én is tegnap megnéztem. 6 órakor olyan olajos padló volt, jött a pedelus, mindig végigöntötte olajjal. Egy-két napon belül, amit lejtettünk, az... Annak annyi lett, nem? Meg elcsúsztunk, ruhán kész. És akkor ezek szerint kájha is volt az osztályban. Igen, a rendben, a hagyományos bizony. Igen, akkor az is volt. Ott volt az osztályteremek a vasárnapban. Úgy. WC meg olyan volt, hogy a falra kellett vizelni. Yes, volt egy fal tövébe egy kiszúrkozott árok. Igen, igen. Ennél szebb az volt, amikor 60... Balkáni állapotok. Szolnokról jöttem föl, Pesten, Szolnokon dolgoztam, és egy olyan vonattal jöttem, ami egy nagy vagon volt, középen egy kályha, jött a kalauz, kezelte a jegyed, egy lapáttal rakott egy tűzre, nem hittem el, hogy ilyen létezik. És ez mondom már majdnem 1970-ben volt. Tudom, ilyen vonatok vagy vagonok kocsi közlekedtek Nagymarostól kifele. Királyrét felé, ott is ugyanilyen volt. Ott ugyanilyen volt. Tehát a munkás vonatok voltak ilyenek, hogy sima fapadok voltak a vagonban. Édesapám rokonai Alföldről jártak föl dolgozni, munkásszállónak voltak, és hétvégén volt, amikor mi is gyerekként velük. Sőt, egy új kalauz, akit nem ismert, mindenki mindenkit ismert. Zsóka, neked volt egy bátyád? Igen. Nem volt bérlet, vagy valami. Ő kereskedő volt. Felhívott, hogy akkor arra emlékszem, hogy az éjjel-nappal közében volt. Aztán ugye jött a csemege. Valamit lerakott a vonatra. Utána elment nyugdíjba, aztán még dolgozott nyugdíj mellett sokáig. Értem. Igen, megvan. Szentendrén laknak fönt. Te is a remetei ház teljesen megszűnt szüleid, amikor elmentek, gondolom. Édesapám még élt. Uh-huh. És úgy döntött, hogy nem akar egyedül ott maradni. Hát, igen. Úgyhogy aztán annyiért sikerült annak idején 98-ban eladni, mint amennyiért most nem kapná Pesten egy férszobát sem. Most képzeljétek el, hogy a mi remetei házunkról kiderült, amikor a kis testvérem építeni akart rá, hogy az egy nyári kocsma volt régen. Azt a nagyapám vette meg nyári laknak, aztán mi oda költöztünk, ugye? És amikor az öcsém rá akart építeni, akkor kiderült, hogy a téglák nem így állnak, hanem így. Tehát nem lehet ráépíteni. Úgyhogy maradt úgy, ahogy volt, maga a degedültségében. Tavaly adtuk el, hát majdnem 200 négyszögöles telek volt. Én rosszul voltam, amikor az öcsém mondta, 34 millió forintért vette meg egy vállalkozó, aki azonnal lerombolta az egészet. Épített rá valami, fogalmam sincs, hogy micsodát, és már ki van írva, hogy eladó. Tehát egy ilyen... Hát annak idején 14 ezer. Jó, közműves volt, mert telefon, víz, villany, csapok. Tudod, ott az volt a döbbenet, hogy és sikerült egy olyan családot találni, aki mind a kettőt. Igen. És ez így szerencsé. De bár én nagyon tiltakoztam ellene, mert ugye ott volt a Solymári lakás, hogyha azt eladom, abból tudtam volna a tetőteret beépíteni, és nem sajnos... Nem tudott a bátyám azonosulni, vagy a bátyám családja ezzel a tervvel, hogy finoman fejezzem ki. Megvan az a lakás? Hogy nincs. Ezt eladtam 2001-ben, és akkor költöztem le 2002-ben a Almádiba. Ja. De akkor már nyugdíjas voltál te is. Én nagyon régóta nyugdíjas vagyok. De miért? Vagyok. Három egész gerinc ütétem volt. Mit dolgoztál? Az eredeti szakmám az kereskedő volt, igen. Utána
elvégeztem a gyógypedagógiai tanárképzést, és szociális otthonomban. Meg. Ott a rendházban is dolgozott, tehát az öcsém anyja oda Gombos Gyuláné, hát takarította Magdi ott. Apámnak az 253. felesége. Hát, nem tudom. Mert én 81-től 82-ig. Ott volt a Magdi már akkor, igen? Mert időnként mondta, hogy te ott ténykedsz. 81-től 80. Tatán is egyesített szociális intézményben azt vezettem, meg itt 5 év utána meg elkerültem a gyönyörű BKV-ról. Még Zahumenszki idejében. BKV az ugye ez csak átmeneti lesz. Cég volt. Ezt mondtam a Jóskának, hogy itt egy pillanat, egész úton szikrázó napsütés. Mondom, itt egyik percről a másikra jön. Kevés vizet, szép hajón lehet. Többi magyar. Nem is lehetett volna vele mit kezdeni. Honnan szokott jönni az Hát nincs, az apám régen meghalt, ez a felesége pedig, aki ott lakott a házba, ez most már az öcsémhez költözött, mert olyan idős, hogy nem lehetett magára hagyni. Tehát ők meg Budaörnél laknak, úgyhogy... Mert nem tudtak remetén érteni, ugye oda költöztek volna. És csak azt mondom, hogy a csehinek nincs pocak, de mindenki ma olyan pocakot eresztett. Hogy csinálják? Hogy hívják ezt? Ilyen körmeneteket, hogy mi a fenéket csináltak. Szórakozott, hogy megnéztem őt, most felraktam. Ez egy ilyen kertfelség volt, annak idején 400 négyzet volt a telek, de aztán a fele a nagynéni néké volt, azt elhagyták. Most kíváncsi vagyok. És akkor maradt 200. És ezt mondom, Korinna is azt mondja. Nehogy azt higgyétek már, hogy elhagyom. Egyszerűen nem akartam elhinni. Ez borulós nekem. Ha nagyon hátradőlsz, akkor igen. Nem borul föl, ne ilyen, nem is volt. Hát az nincsen, de nem olyan könnyű fölborítani. Inkább csak meg ilyen. Pista, segítség kell, szóljál. Szólok. Te épp csodáltuk, hogy milyen csodálatos itt a bejárat előttetek, tudod, hogy az a szé, azt te csináltad, azt a füvet, fantasztikus, gyönyörű. Egyébként egy nagy kaza a gyom volt ott, aha, de mindent meg lehet csinálni. Jaj. Na várjál, rakhatod ide rá. Igen? Rakhatod, de majd mindjárt följebbre megyünk, hogyha kell. Ne, ez nem törik el betonba sem. Nincs az a boga, úristen, hogy eltörjön. Csak hajlik legfeljebb. Meggörbül. Nem is kell kettő. Ott alig a kereke ég. Az ez a lovaskocsi szekérnek a kereke. Az agya? Aha, agya. A fát leégetés után felhasználja az agyát. Vizében fémkereskedő. Nem. A kémény síp, tudod mi az? Nem. Amikor a falba beépítenek valamit, amiben belemegy a füstcső. Ez az, amire... És tündéri, és amikor ugye megszületett végre, akkor toltam a körúton, és ha valaki benézett a babakocsiba, akkor rögtön elmondtam, hogy ez az én első unokám, és a többi, és a többi. Akkor a fiamnak ikrei vannak, fiúk, hát most már 14 évesek, égedelem, de tündéri. Okosak, értelmesek, de eszméletlen, hogy
Akkor Orsinak van egy fia, az is 14 éves, tehát ha ezek ott vannak, akkor az már egy banda. Ugye? Akkor nem lehet unatkozni. Nem. És most ugye, miután a lányom másodszor férjez, született az Anna baba, aki viszont egy kis tünemény. Megfiatalítja, az biztos, hogy nem unatkozni. Úgyhogy nem. És hát hál' Istennek vannak feladataink is. Unokáit hány évesek? Úgyhogy a legnagyobb 16, a három fiú 14, és a picilány másfél. Már te hamarabb kezdted. Na ezért mennék hamarabb férjhez, látod. Nekem van 4 plusz 2. 4 plusz 2. A leasingelti? Igen. Igen? Igen, saját 4, páromnak meg 2. Hála Isten, és jóba vannak? Hát jóba lennének, meg amikor találkoznak, jóba vannak, csak mondjuk a plusz 2 az van itt, közelünkbe, ők nap mint nap ott vannak nálunk, az 8 és 4 éves a fiú, pár a kisebbik lányának, hát mondjuk lányom van, de tőlük tök teljesen mindegy, mert annyira egyek vagyunk, hogy nem számít, hogy sajátom vagy nem sajátom. Én a lányomnál meg van 4. De ők viszont Máltán élnek. Hát figyelj, a távolság minden szép. Muszáj volt itt hagyni az országot most már 5. éve, mert a cég az tönkre, mert fölvásárolta a Fidesz közelé valaki, és utána aztán így, úgyhogy ott volt ők kreatív igazgató a lejem, a megérhetés veszélyben volt, eladtak mindent, azt kiköltöztek Máltára. És megtalálták a szállítást? Ott 22 a legnagyobb unoka, 19 a második, az fiú is még van két lány, 16 meg egy 13. Csak messze vannak azért ez a mindennapos kapcsolat. Hát az évente találkozunk egyszer-kétszer, hogy ők jönnek, hogy mi megyünk. De nagyon jó. És most azon, azt tervezik, hogy a két fiú, az most ott dolgoznak, már van önállóak, de még egy évet dolgoznak ott, és aztán irány a nagyvilág. A kisebbik az megy Skóciába barátnőjével, a nagyobb az meg jön vissza Innsbruckba egyetemre. Igen. Ott egy évet már lehúzott, csak mivel németet nem tudta annyira. Ezek csoda gyerekek, szóval én mindig áldom a sorsot, hogy én 25 évvel ezelőtt, vagy még a rendszerváltás előtt, igazából nem tudtam, hogy mit jelent az a szó, hogy szabadság. Szóval fogalmam nem volt róla. Amikor diszidált nálunk egy orvos házaspár, teljesen fel voltam háborodva, lakása volt, kocsija volt, szóval minden, ami nekünk nem volt, hogy miért. És akkor az egyik doktorni azt mondja, figyelj mellékel. A szabadság, és így néztem rá, mondom, mi az, hogy szabadság, hát szabadság, hát ugye azért mi csak kádár termék vagyunk, a fene egye meg, dacára annak, hogy ugye, de hát nekem volt egy újságíró betegem, az állandóan azt mondta, ő is kádárféle ember volt, aztán meghasonlott, és attól kezdve szitta a kádárt, és azt mondta nekem, hogy a Kádár egy tömeggyilkos. Én néztem rá, és hát nem, az ember nem száll vitába, pláne politikai vitába egy beteggel. Majd 88-ban azt mondja nekem egyszer a torna közben, hogy figyelj ide, Nelly, megyünk mi még a nagy hívőszínűen koszorúzni. Na akkor már tudtam, hogy a pasas elmebeteg. És láss csodát, egy év múlva mentünk koszorúzni, és én 2 év múlva kimentem egyszer a nagy köztemetőbe, és 270-től 310-ig csak azokkal van tele a parcella, akiket békeidőbe kivégeztek. Tehát valóban tömeggyilkos. Valóban tömeggyilkos. Nem emlékszem soha. De te vagy. Te meg a te vagy a Sárnici. Oké. Téged emlékszem rád. Emlékszem. Szevasz. Köszönöm. Még egy valaki hiányzik. A szervezést. Az Antal Pista. Hadd adjam oda neked. Szevasz. Te vagy a Morek? Ugye? Oké, jó. Na akkor kikre is megy? Kikre emlékszel még? Balázsi vagy, mi? Igen, de rád nem emlékszem. Nem vagy az, majd eszedbe. Mondjam. Tótróska. Hát a János azt megy. Hát a kiköt.
köpött papa. Igen, egy voltam ilyen most. Én meg Gombos Nelli vagyok. Akkor kapsz puszit. És akkor a cserébe, ugye? Ó, igen. Én egy gyarak is voltam. Igen. Most Huncius volt, levette az izét, a névjegyét. Fú, de ismerős. De nem hívj, mert nem jártunk együtt. De jelent is. Mit? Jung András. Így te vagy a Jungot fent a... Ez egy alapelv, hogy itt csak ismerős vagy. Igen, csak te Jung, és mennyire teljesen idegenek olyan vagy, mint volt a régi. Nem, tényleg te hasonlítod a régi önmagadra legjobb. Most se épista, Jancsis. Nem ismertem meg, nem ugrottam. Engem se ismertem. Engem se. Pedig mi földik vagyunk. Igen. A legközelebbi földik. Majdnem. Majdnem. Adi Endre út 19, te meg Hunyadi János utca. Igen. Nem utóbb, persze. De igen. Nyert. Na és akkor Erzsike. Na, Egyből a kertek alatt úgy egyénileg mindenki kiásta, ment, minden kertben volt egy kerti csap. Akkor hú, ez komoly volt, amikor volt a kertben egy vízcsap. És nem volt víztelenítő délre. Befagyott. Folyatni kellett, állandóan lefagyott. Akkor befagyott, akkor emlékszem, akkor annakon nagyobb voltam. Fater mondja, na most ást ki, és meg kell csinálni. Kiásni, jeges volt, minden valóban volt, azt a szentség, hogy akkor tétszer zsor letenni, akkor tettünk egy ilyen víztelenítő csapot, hogy jött el, és akkor visszafolyik. Sóderányba. Hú, de ez nagyon kemény meg volt akkor. Mindig, amikor a fater azt mondta, hogy csináljuk meg, az azt jelenti, hogy én csinálom meg. Valahol el kellett zárni központilag, hogyha ott beépítettétek ezt a víztelenítő csapot. Igen, nem tudom, hogy hol, de meg lehet oldani. Mindenki toldozgat. Igen. Tehát később meg a rúgtaba végig. Jön egy videóhamter. Átadom, hogy te is benne legyen. Igen, igen. Te is keverd. Abba tedd majd bele, jó? Jó. Na csak a sőt kirakom. Na, szép lassan el fog érni az a kerék. Vagy. Ó, de szép. Gyönyörű nagy darabok. De hát ez már biztos, hogy meg van főve. Igen? Megfőz? Hát nézd meg, ha megy szét. Aha. Elő lett főzve már. Gyönyörű ezt vagy. Fotóz. Ó, hát ez... Ne lehetsz egy darabot se belőle. Jó, főszakásunk. Ha... Kinevet. Igen, ja, a kinevezés alapján. Majdnem olyan a... Majdnem elég olyan, mint hogyha... Elég sós, elég vele ki gesztenye lenne. Igen, hát ez az, valóban. Bizony. Az a hamisítják. Igen. Hát régen a gesztenyepüli, ugye a szegény emberek papok csinálták a gesztenyep. Ezért gyakorlatilag. Mit tesz hozzá egy kis rumot, az kész. Igen, nem szeretem a rumosat. A terület, amiben van kerítve. Az, amiben van kerítve, hozzá. Igen. És akkor ott látod a fehéret, és onnan így végig a oldal. Nincs kutya, nincs semmi. Nincs. A szomszéd felé nincs kerítés, de onnan jönnek a szarvasok át. Macskát hol van? Igen, meglógott. Meg. Olyan aranyos volt. Két macska, először az egyik,
elmentünk sétálni, hiába akartuk visszazavarni, mire jöttünk visszafelé, már eltűnt. Valahova elkobolott. Nem baj, menjen csak, figyelj, azt akartam neked mondani, hogy ha azt akarod, hogy szép kerted legyen, akkor macskát ne tartsd. Mert nem jönnek a madarak ide. Aha, az is igaz. Elmegy igen. A madarak, kikerülj ezt. Igen, igen. De hogyha megterik a udvarod neked madarakkal, olyan gyönyörű. Bizony, bizony. És akkor szedik a fáról ezért a rovarokat. Igen, igen. De a macskát meglátja. Na most hiába olyan a macska étet, hogy nem érdekli, a madár nem tudja. Igen. A macska ott ült az ajtó előtt. A cinkék itt a földön ették. Nem zavartatták magukat. Hát, jó, figyelj! Figyelj, a cinka az olyan, hogy én pucoltam a diót. És megpucoltam ide, magam mellé letett. Nem elvitte? Oda lesz, hát is elvitte. Úgyhogy őket nem nagyon érdekli, de a rigó, meg mit, ezek nem érdekli. Nem is hallottam téli gumira. Jött be, azelőtt nem volt? Azelőtt nem is. Nem, persze, azelőtt nem volt, és nagyobb telek voltak, mint volt. Nem? No, hát kisebb volt a sebesség, stb. Persze, meg télen, azt tudom, mentem föl egyszer ott a Hidegkúti úton, marha nagy hó volt, a farnakod a Skodán volt. Mindenki járt. De másodikban. Az Opellel meg a Kiával, téligumival nem megyek föl télen a legnagyobb. És az éve télben már nem megyek föl, mert nem megyek föl. Nem. Volt, amikor nem is ment föl az Opel. Hát ott bármiért lelassítok a lejtőn, újraindulást is tartok. Jön szembe valaki, és lassabban le kell lassítanom, ki kéne térnem, ezért gondolkodom, már kész. Kikerülök a kerék, se tovább. Csak az autójavításról is teszem be, hogy volt egy kétütemű varrónk, abban ki tudtam cserélni a kuplungot. Feleségemmel együtt kivettük a motort, meg ketten ki tudtuk venni. Egy nyeles tengert kellett venni, ami volt, nagyon olcsó volt, hogy megfelelőképpen illeszteni kell, lehessen a kuplungtárcsát. Kész, kicserültem és kicserültem. Azok is milyen jók voltak, nekem egy hogy hívták, turist volt. De büszkén mentem vele, mert nem volt belőle turist. Nagyon boldog voltam. Hát a Balázs Gyuszi apukájának neki volt formúbia, az a legelső modulás. Az a kerekített. Az a kerekített. Talán kék volt. Nem tudom, Gyuszi biztos nem emlékszik rá. Almádiban van egy ember, akinek van egy 500-as Trabantja. Az a kerekített nagyon réges. Hát de egyszerűen nem bírtam ki, leszólítottam a pasit. Hát annyira gyönyörű. Hát miért a Trabant se hagyott ott sosem? Nem, volt úgy, hogy Tatáról mentem föl Pesten, négyen ültünk benne, és 105-en mentem végig az egyes úton. Simán. Egyszer megjön, megkérfáltan jöttünk kézzel, hogy mindjárt a kocsának. Tudod, mekkora dolg volt nekünk akkor. És hát mondom neki, hogy képzeli ezt. A másik megjött, nem hozzám, hanem a szemben lévő szomszédnak szedte le a diót. Verte le az utcán. Hát mondom, hogy néz lesz ki? Ott az utca az mindenki. Tudja ő is, hogy nem ő ültette, akkor érted, szóval, de hát az emberek ilyen. Nem azért, mert még a szomszéd se szedte, mert időnként kimentek, szedtek egy pár szemet, aztán volt nekik a kertbe. De azért ez pofátlanság, amikor oda megy, és akkor nagy szatyúra leszedi a fát, leveri. Hozta ezért a botot, aztán csételte. És nem is az volt, hogy véletlenül találtam rá, hanem ja. Szándékosan ott lesz. Ő oda akar menni, tehát előre megmondta a szándék. Nálam is a szilvafa szedjék, bármit odahaza, ott volt kiültetve egy szilvafa, szedje, aki akarja. Én ugyan nem szedem, mert... Te mindenkiről tudsz, az osz volt a osztályból? Á, kiadom a tablót, csinálunk egy népsorolvasást, hogy kiről mit tud. Te, akik itt vannak, ezeken kívül kérlek szépen, akiről tudunk, az a hát Kelenc Imre, most az élőkről beszélünk. Az élőkről. A Kelenc Imre, a Zsukovszki Kálmán és a...
Az Antal Pista az még nem jött. A Martis. Az vacsorára jön? Martis. A Martis Pisti is mondta, hogy jön. Még az se jött meg. Meg ki van még? Ja, meg a Molnár. Ja, Molnár Lajos. A Molnár Lajos, ezekről tudunk. Molnárral is elfelejtettem értesíteni. Én megmondtam neki, hogy mikor lesz. Ő meg elfelejtette, és tegnap este írt egy levelet, hogy ezért mikor lesz. Írjuk már meg neki, hogy mikor lesz a találkozó. Én vagyok a főkóstol. Az jó. Előkóstol. Lesz két Sydney legalább. De a babot is kóstold meg, hogy milyen. Ne, Ezsike, azt az utasítást adta, hogy csak a sorsán. A babot ti is tűnjön. Nézd, hogy kukucskám. Sontlan. Igen. A babból éreztem. Nem szerelmes a szakásné. Sontlan. Jó, lehet beletenni nyugodtan. Mert füstölt csülök van benne. És azért nem is szabad bele sokat. Annak a leve, igen. És azért nem szoktuk, mert csak mindig utána persze, de kell bele só. Igen. Még pótlag lehet, de ha már el van sózva, akkor már kész. Nem ismerem. De én nem vagyok rajta. Nem vagy rajta. Nem, bizony. Nem. Mert nem voltál ott, ugye? Nem, persze, hogy nem. De abban iskolában jártam. Néha mellé. Na? Nem baj az. Na, az a fő, hogy ide találtál, Pisti. Jaj, én vagyok a házasszony, igen. Igen, hát azt én tudom. Ki majd megérkezik a rágnivalóval időben, ugye? Azért mondtam, hogy... Neked kéne virág helyet, mert ilyen hülyeséget nem csinálok, hogy egy kertel bíró. Rágcsalhatod majd te is. Tudtam, igen, és akkor én kezdem el. Gyuszi Balázs. Igen, na? Ugye? Gyuszi, olyan, mint voltál, találtál a metrót. Mosolygós, formáltál. Ugyanaz van. Na, akkor te nem voltál itt 5 éve, akkor tessék, akikkel régen találkoztál. Ő, de nem is ugottam. Na, hát te nem mondtam, hát a Feri jött ki elébe. Kértem, hogy nehogy baromságot mondjak, tudom. Janit nem kell látni. Kialakult a telefonban. Jani. Na, akkor egy hátam mögött háttal. A házi. Na. Nagyon sokat segített. Azikán tekerje az ablakot kocsma szagban. Csaba. És ott a szemüveges. Az olyan biztos kezű volt, nem volt vele probléma. Coca-Cola alatt. Nem volt vele probléma. Kétszer úgy van. Akkor tulajdonképpen. És a Marikát ismered? Nem. Ne vár. Tényleg nem ismeritek egymást még? Soha nem láttam. A Marika, a párja a Marika. Azt hittem, hogy... Hát nem találkoztunk. Ja, Csaba Marika. Romhalma azt mondja, hogy úgy nézett a kocsi ki, hogy 2 kilométerre többet nem. Teniszezik. Kormány, motor. A motor az nem a kocsi, ami... Mi van? Mi van? Nem susogunk itt, nem
Nem kell megmondani. Ne, figyelj, kérdezed, hát... Mi se találjuk. Nem baj az, mert én nem látok. Azért már a szemet kinyújtanak. Azért átom, hogy az állt. Nézd, ha valami van, akkor arról nem beszél, nem beszélek, azt mondja, hogyha lett volna valami. Hát feltétlenül fel, hogy akkor... Szóval az úgy ment az autó neki, mint a... Első munkahelyem a főiskola után a gáztechnikai kutató volt, ott egy ávós igazgató volt. Ott olyan sofőrök voltak, volt amelyik dicsekedett, hogy ő ilyen ítéletvégrehajtó sofőr volt. Tehát elgázolt, akit kellett, meg ilyen nyíltan dicsekedett. Ezt még nem is hallottam. Neked a Janinak tetszett élte nagyon. Miért? Azt hiszed, hogy micsoda? És úgy ment, hogy 10 percet kim volt a repülőtéren, meg mit tudom. Vagyok már, öreg vagyok. Hát miért 58 év után? Tudod, az Istenem! Most kell megtudni. Hát most tudom. Tényleg? Drágám. Hát ha ezt tudom. Hát, hogy állítólag tetszettem. Pedig nagyon lenéztétek. Nagyon lenéztétek a 8-os fiúkat. A kisfiúnak néztetek bennünket. Hát igen. Tudod, mi a baj? Én nekem egy évvel idősebb bátyám van. Tehát gyakorlatilag nekem valóban ez a korosztály a játszópajtásaim volt. De tényleg gyerekek voltunk, hozzászólt képen. De nem így van. De mégsem játszottunk. Nelén, mondtam neked annak idején? Én sem mondtam neked annak idején. Játszottatok, hogy macska az egérrel. Mondtam? Nem mondtam. Most már nem is mondom. Akkor nem mondtam, akkor már miért? Igen, gyerekek, nagyon kellemes. Fölhívatott azt mondja nekem, hogy te olyan jó csaj voltál 8-ban, mondom, kutyafáj. És miért múlt időben most mondom, mert nem látott azon, és tudta, hogy mire számítottuk. Nem tudom, titok-e, hogy ezért, de fejlettebb voltál a korodhoz képest többeknél, és... Tényleg? Uh-huh. Ezt tanulsíthatjuk. Nekem volt gondom a tánciskolában. A tánciskola, azt mondom, táncoltam. Csárdásnál különösen, hogy... Igen. Aha. Az iskolában volt, az általános iskolában? Tánc és illetve. Volt tánc és illetve. Volt. Nem a tananyag zongora. Nem a tananyag közben. Volt egy néni, igen. Nem emlékszem rá. Mindent föl kellett írni, és tudom, én bármit csináltam, nagyanyám mindig szólt, Nelik, ezt nem illik, semmi nem illet. Én később soha nem táncoltam, tehát mikor házi buli vagy, ez? Igen. Te a tánciskolában a legjobb táncos, miért nem táncolsz? Jó, hát nincs itt a pont. Nem, ez egészen más, hát ilyet nem tanultuk. Én azóta is antitáncos, de a tánciskolát marára éveztem. Azt mondom, hogy ránk szólt mindig a néni, hogy mindig a te szentesi volt az a film, ami a Psotta meg a Márkus játszottam, nem emlékszem a címére, és a tánciskoláról szólt, ami ott a Kapás utcában volt. De hogy már az olyan volt, mint a miért emlékeim. Volt csatoktató, biztos. Volt. Meg a Nelly nének volt még. A torna tanárnőnek. Nem emlékeztek? De az AIZ-ben is. A tények tanárnőre emlékeztek. De az AIZ-ben is van, az Abigailbe a torna tanárnő csatott. Hát fogtad a fiú kedet följebb. Nekem is ilyen kéztartási gondjaim voltak a Nellyvel. Különösen, mikor még dörönek. Na ugye. Régen volt, tániga se volt. Ahogy szokták mondani. Nekem szentes mindig a messziről jött ember. Szerencsére igaz volt. Régen volt, de igaz volt. Egy kicsit, és már nem emlékszik a többi semmire. Azt szoktam a lényedbe. Az a nagyszerű, hogy van mire visszaemlékeznek. És olyan jó vissza, de hogy én erre nem emlékszem, ez majd tisztulság. Fiam, kérdeztem, mit tudtok annyit beszélgetni? Mondom, fiam, nekünk már vannak emlékeink. Majd ha neked lesz, nyugodjál meg, te is fogsz emlékezni vissza. Hát nem tudom, hogy minek a számítógépen. Mi nem a mobiltelefont nyomogattuk annak idején. Én mondtam, hogy erre meg nem emlékeztem. Hát igen. Mi bandákba verődve játszottunk, meg nem tudom, én mi volt. Tényleg a bandba verőd teszem. Emlékszel, hogy mit csatáztunk? Emlékszel? Voltak háborúk. Hát a ti udvarotok ott a vár. Emlékszel? Hogyne.
Na, ott ment a nagy csata. Még egy kőkerítés, minden volt. Igen, Szegély Bognár Imre. Most már nem tudom, ki volt velünk, én biztos ott voltam. Bognár Imre az az ellencsapatban volt. És ő délután ment volt az iskolában, még napközis volt. És meg, Bognár napközis volt. Bognár Imre napközis volt. Valami, nem biztos, hogy napközi miatt, valamiért délután ment volt. És mi a csapattagok, aki velünk volt, nem tudom, ki volt. Megvártuk az Imrét, közrefogtuk. És ki akartuk vallatni, hogy hol vannak a fegyverek. És elvittük ott mellettetek a... Kimentünk az erdőre. Szabályos a Bognár Imrét elkaptuk, és vittük, nem volt vaker. És képzeld el, oda kötöttük a padhoz. Ott volt egy pad a pálya, ahol le lehetett jönni. Igen, nagy meredek. Oda kötöttük Szegény Imrét a padhoz, és utána mondtuk, akkor volt be, hogy hol vannak a nyilak, meg mit tudom, hogy a fegyverek. Hát ő nem. Mondtam, már az elektromossággal már akkor is foglalkoztam, és mondom, hát figyelj, nincs gond, itt látod ezt az oszlopot, akkor innen egy dróttal, majd egy kis áramot adunk neked, és mindent bevallasz. És Szegény Imre ezt komolyan vette, és úgy transzba esett, tehát úgy megijedt, tehát láttam rajta, hogy szóval ez komoly. Tehát tényleg elhitte, úgyhogy akkor is engedjük. Persze marha nagy balhé volt belőle, és osztályfőnöki órán elkaptak, hogy mit akartam én csinálni. És akkor mondtam, hogy meg kell nézni, az nem erős áram, az egy telefonvezeték. Mondom, azzal nem lehet agyon tenni. Úgyhogy meg is nyertem a teret. Szegény Imrén, aztán találkoztam. Ez az volt a lényeg, hogy mindent komolyan vettünk. Persze, hogy nem vettük volna. Imrével sokat találkozunk, de sose került szóba. De ő úgy látszik, hogy nem haragudott. Ezért a pajtás meg úttörő fegyelmüket, azokat is komolyan vettük. Na, azt, hogy összekapott egyszer. Mert elmentél hajszével a Karácsonyi Évával, eltüntetek egy foglalkozásra. De nekem is volt egy olyan, hogy a... És még hozzá a szomszédasszonyom volt az úttörő Vittor Béla, aki tartotta a foglalkozást. Voltak a Vezér utcai lányok, arra nem tudom ki emlékszik. Oda jártunk. Mi volt akkor? És nekem a Mayer Gita volt az izém, a szívszottyom, meg mit tudom én mi. És egyszer küldtem neki valami ezért üzenetet, szerelmes levelet, vagy mit tudom én mit. Sem mondja nyugodt, hogy SMS. Akkor még nem volt. Írni kellett, le kellett írni, szép magyar betűssel. És átküldtem neki, és lebuktunk. És ott úttörő fegyelmének mi volt. Ez a izénél volt a... Ki volt? Benedeknél? Vagy ki volt a... Az harmadik. Harmadikban volt. Marha komoly, akkor még csak kis dobosok voltunk, vagy nem tudom mi volt, de nyakkendő megvonástól kezdve komoly tárgyalás volt, meg hát ezt aztán most már óra alatt, meg meg ilyen viszonyok, hogy a nők, meg a lányok, meg a... De filmekbe lehetett, Karácsonyi Iván, a korabeli filmekbe lehetett ilyet, Karácsonyi Mari csináltak ilyeneket. Abba volt egy olyan sztorim, ami végül is jól jöttem ki, mert összejöttem vele, és nem voltak otthon nálam senki, és elmentem az otthon, a Dimitri út elején. És akkor, igen. Tudom melyik ház. Éjjel, külle lakott mellettük. Tehát volt csak, hagyd mondjam, a külle fia, az volt neki biciklije. Szerintem. És várjál, dogó. Dogó biciklije. Egy forinté, meg kettő, hogy menj. Jó, mondd tovább, ennyi. Amikor jöttem el éjjel tőle, be volt zárva az ajtó, nem tudtam kijönni az ajtón. Tehát ki tudtál az ablakon? Ablakon jöttem ki, és
utolsó busz ott robbant le, és ott szálltak le éppen arról az emberek, és amikor jöttem ki, és akkor mindenki nézett, és végig megtapsoltak. Olyan, de akkor égtem, mint a rejtánk. Emlékszel, hogy a körben rollerosztuk az 57-es vonalát? Nem emlékszel? Nem is egyszer. Én biztos nem voltam benne a kemmel. Nekem nem volt rolleros. Hát meg sokat biciklisztünk. Karácsony ja. Éva az mindjárt, tehát azt tudjátok? Igen. Igen. Mit? Karácsonyi Éva. Ő levbikus lett, vagy volt, vagy van. Erről nem hallottam, csak azt, hogy külföldön van állítólag, nem? Azt, hogy mondod, mintha nekem is lett volna, de ilyen információm valamikor. Nem akkor, persze természetesen ki volt. A húgad egy nagyon jó csaj volt. Úgy volt egy nővére is. Még? Karácsony Évának. Ja, a Gabi. A Gabi. Igen. Szembe lakott egy srác, ahhoz ment feleségem. De a Karácsony Éva is egy kraftos lány volt, szóval... Az helyes csaj volt. Ja, minden, igen, Karácsony Évának jó csaj. De nem az iskolában szemben se vizavi volt egy emeletes ház, amit nem mondtam. Ne, az másik, ott a Pap Éva. A Pap Éva lakott ott? Pap Éva. De neki is volt húga, meg nővére, talán nem tudom. Pap Éva. Pap Éva. Mondd meg régen, hogy tudták a kereket megcsinálni, amikor nem volt esztergapad, meg ilyenek, és mégis kerek, igen, volt, igen. Kerek volt. Nem tötyögött az úton, rendesen forgott. Ha? Még benn van leégett már a fa róla, nem? Nem, van rajta fa. Van még, aha. Van rajta fa. Csak nem akarózott begyújtani. Uh-huh. Vagy begyújtani. Belobban, igen. Jó, de gyönyörű. Kell, az biztos, hogy kell. Kóstol meg. Akkor onnan ismerősen. Fú, gyerekek, ez jó mosolyk. Vásárnóra. Van időben a Lóránci is. Megy föt a csipetke? Meg. Még nem találkoztam vele. De mi? Valami dél-amerikai csillag. Na, hozzál. Légy szíves. Mert ez kétszer csíp, Pisti? Ez nem tudom. Nem tudom, de igen, igen, igen. Ez tényleg erő. Ez már szép dolog, hogy bemászni. Ez már teljesítmény. Igen. Én emlékszem, hogy körülbelül 8 évvel ezelőtt megszóltál, hogy tudom fölvenni a cipőmet egy lábon állva. Nézd oda, szép, fő tudja emelni a lábát, mondtam, Hajninak mondtam. És akkor gyába is bebújsz? Hát, úgy nézem, hogy benne vagyok. Hát most benne vagy, de be tudsz bújni könnyedért? De. Kell és bárja, és milyen gyorsan bújsz ki belőle. És könnyen rájössz, hogy benne vagy, vagy benne. Így van rajta. Ott már késél, lassú voltál. Érettségi banket után lopózkodtam haza csendesen az éjszakába, a nővéremékhez. Nekem radiligetre menni, hanem pasarétem. És szépen fölvixelt parkettás szobába csendben, én kelek, megyek volna, majd lefekszem. És eljött az a pillanat, amikor a gatyát le kell vetni egy lábon. Dölt a fa? Egész család fölé, de? Aztán robban állt. Szóval, hogy volt? Lényeg az, hogy akkor a Szovjetunióban olcsó lehetett kapni minden szerszámot, csak erről jutott eszembe, és én mindenképp akartam egy fúrógépet venni. És akkor még a kollégámmal együtt elmentünk fúrógépet venni, megyünk az üzletbe, mondtuk, hogy kellene fúrógép. Azt mondja az eladó, nem, fúrógép már nincs, már itt voltak a magyarok. Yeah! Ez jó. Ez volt a poén. Kérlek szépen, a Tákiban dolgozott egy jó barátom. Igen.
elment nyugdíjba, már meg is halt szegény, és az mesélte, hogy nyugdíj előtt kiküldték őket Szovjetunióba jutalom üdülésre, ami azt jelentette, hogy amit készített a táki átjátszó, tévé átjátszó állomásokat, azokat kell ellenőrizni, magyarul nem kell csinálni semmit. Kaptak egy orosz tolmácsot, aki magyar volt, kaptak egy orosz sofőrt, akit tudott vagy nem tudott, ki tudja, és ketten voltak. Mennek, azt mondja, hosszú-hosszú kilométeren keresztül, van, csak erdő jobbra-balra, állj meg már, szóljál már a sofőrnek, hogy álljon meg. Hol van az a dácsa? Valahol meg kéne állni, egy csapásnál, ahol be kéne menni, és el kéne intézni a folyóügyeket. Nem lehet, mert ide tilos megállni, ki volt téve 50 kilométerrel ezelőtt a tábla. De álljál meg, álljál, itt nincsen semmi. Szépen megállnak, ugye intézkednek úgy, ahogy kell. Egyszer csak körbefogták az orosz katonát. És az erdőbe átvitték az erdőszáp túlsó oldalára, rakétabázisra bevitték őket. Az életben nem tudták volna azt, hogy ott rakétabázis van. Most megtudták. Most megtudták. Bevitték őket. Mondom se kell, hogy ezért a sofőrt meg a tolmácsot elváltották. Az új tolmács az beszélt magyarul, de csak igen, nem, csak hivatalos dolgokat volt hajlandó fordítani. Azt mondja, utána már inkább jöttek volna haza. Azt mondja, odáig olyan jó volt. Nem volt probléma. Marika, te már azt mondja, az életben meg nem tudtuk volna, hogy a rakétabázis van. Még egy ösvény se volt. Egy ösvény se volt, és csak körbe fogják az oroszok, és beviszik a bázisra. Maradja. Hát ott aztán látták. Ott végig mehettek közötte, nem voltak ők lefogva vagy valami. De végignézték az egészet, még magyaráztak is valamit az oroszok, persze akkor már nem fordított semmit azért a tolmács. De hova ment volna? Hát nem ismer semmit ott. Hova csak elindul? Hát hogy kémkedtek. Na de hova mész onnan? Még Magyarországon sem tudtad volna, hogy elmész egy bázis mellett. Onnan tudta az ember, hogy itt valami van. Gazoltál egy kicsit, nem? Azt tudod, az ismertem, hogy ez valócsára volna. Nem okék be, de... Na mindegy, a főnökem, ő egy... És... Ragad rá. Nagyon jól mentek a dolgok egy ideig. Embereket. Szóval volt egy üzemel, és a irányítás technikai dolgokat csinálták. És hát amikor ugye a változás jött, akkor nagyon rosszra váltott minden, tudod, amikor az import. Nem tudom, ez trágya lett. Erről soha nem panaszkodott, csak úgy a család tárgyalata után neki csomó munkatársa volt, akiknek kenyeret adott, családos emberek. És nagyon sokáig próbálta tartani, hogy ott legyenek, a piacon legyenek, működjenek, de minden egyre rosszabb lett minden. Hát ezt én akkor beruháló életemből nagyon jól tudom, hogy mi zajlott valójában. Úgyhogy kilóra vették meg a piacot. Hát igen. Még az egy idős nézőre. Pontosan így van. Úgyhogy a hazai tevékenységnek, hazai dolgoknak de jobb kézzel így. Alól teljesen kiúzták a nagyon csúnya dolgok voltak ezek, nagyon csúnya. Ugyanúgy, ahogy most kínai term, minden kínai. Aztán olyan is volt, aki ami még mit tudom, 10 évvel ezelőtt még japán volt, mondjuk a riasztó területén még érzékelőket gyártottak a japánok, az tényleg japán volt még akkor. Arra is látja, hogy kínai most. Már azok kénytelenek voltak, mert olcsóban megcsinálják, mint ők. A legnagyobbtól kezdve a legjobb minőség. Minden van. 30 méter az a kérdés. Ahogy megkapja hozzá. Ezt nem lehet megtanulni. Ez lehetetlen. Jó, hát én sem nagyon jól számára, ugye? Amit a szervezet úgy vagyok előérdekem. Hát ő talpon maradjon. Esélye. Hát ugyanúgy, hogy mondtam, hogy a programokban az megmaradva honosítani. Ez olyan, lehet, hogy romba van benne, nem a ram. Nem lehet átírni.
Érdekes, hogy Pécsi lányunk, nem tudod, hogy mit a lányom, mert a... Mi csinálsz? Aki jelmastó, nem vérszerinte lányom, csak túl fogalmas, hogy nevelt lányom. Leasinget, így mondják. Leasinget. Ez az érdekes, ő is balkezes, de nincs körünk egy nincs. És amikor ő elkezdett kiskorában, akkor már azt mondta, hogy nem kell, már idős. Az kicsi, azért nem szabad kicsi, hogy ebben a szívben szétterjed, ez a só meg az eszet, ez a kettő együtt kiszívja a mérget belőle, tehát hogyha van benne valami, az kiszívja, és ha akkor azután nem dagad, akkor még egyszer be kell tenni, és utána már nincs kiszívja. Tehát tekintve is ugyanez van. És most nézem, mondta, hogy két éves az asszisztens, hogy valamilyen... A golyó úgy koptatta ki a pályát, meg a bábú is ugyanúgy kaptatták a csészét, ami benne. Itt is számít ez? Hogy valami latinokat adtak ennek a helyzetnek, a sónnek a közösség. Ugye a golyó, a bábú, igen, a golyó a bábú alját löpik ki. Ez azt jelenti, hogy itt a bábú alja, és csutak olja, ezt vinni magával, és rögtön rá, akárhová rákenni. De jó, sikás. De amikor kiült, nem így ütti ki a hátra felé, hanem így oldalra. És a balkezet az másik irányba ütti ki. Hát behát, hogy hogy ne? Akkor máshonnan megy a golyó. Még máshonnan megy a golyó. Azt mondja, Petrezse, és akkor már nem befolyásolja, ha dörzsöli a kikopozéjút, akkor többit másképpen találja. És mondjuk, hogy jókedvesek szívnak, mint a tolkor. Balkedves meg álljon, rámegy a pályára, és ügyére neki magát, nem tudja, hogy miért dönt neki annak. Én is gondoltam, hogy meg ezért találja. Ilyen akkorságok. Elkezdeni dagadni a kezem, nem is tudom valahol. Fradisok csinálták régen. Most már ilyen... Valahol megcsinálták, és elkezdeni. Táblás pályák vannak. Ilyen annyira, hogy mindjárt jöntem be neki. De régen aszfalt volt, sőt, utána építették a műanyagot. Kiöntötték, folyékony állapotba tették le a műanyagot, kiöntötték, és fővette a vízszintet. Úgy kell, hogy és akkor az alávízszintet fogadott. De ezt már nem fogadják el, amikor még azt volt, amit akarok. Ugye a fradisok azt csinálták, hogy a söprő nyelet megmelegítették. Ittált a kávét? Még nem. Most jön a második. Ki nem kapott kávét, fiúk? Azt elfelejtettem kérdezni, hogy te itt már egy keveset. Ja, nem tudja, hogy csak jelentkezett valamire. Te szegény, drága. Te szegény. Azért, mert itt neki 8-kor le kell feküdnie, úgyhogy nem ijad kávét. Én 8 akkor lefekszek, és úgy alszok, mint a tej. Én megittem most a kávét, és ettől fogom alszom. Parancsoljátok, szolgáljátok. Mi még nem kezdik el. Hozom a tejet. Megmelegítették a sötét. Hozom a tejet. Itt áll? Nem, én kértem. Jó. Mennyit? Én bemegyek. Hát egy szó. Szóljál. Nem jól tettél. Kösz. Mivel? Cukor? Egy picivel. Nem középről, hanem oldalról. Köszönöm, semmi más, semmi, köszi. Ez azt jelenti, hogy... Nagyon köszönöm, hát ezt megörökítettem, ilyen kiszolgálást, köszi. Görgette rajta, az aszfalt megolvadt egy tehénkét bele. Ilyen vájú. Tehénkét bele, köszönöm. Na most ők tudták, hogy a vájú honnan megy oda. De abban még mindig van. Tehát a pradisok oda játszott, meg szépen oda. Senkinek nem... Az idegen meg onnan ment, és hülyére szólta magát. Itt áll kávét. Nem ittam még kávét, kérnék. Mennyit? Nagyon finom a kávé, nagyon finom. Jó. Sok István csinálja. Mennyi cukrot bele? Jó, kávé felelős. Akkor viszont baj. Csak akik ott lustiznak benne, azok jöjjenek. Mindenki jöjjön. Nem figyelnek? Laci, majd te is jól. De azt mondták, hogy jöjjünk ki a városba. Jányok, ki van még ott benn? De ez azért nem jó, mert fele árnyékban van, fele meg a világban. Tehát nem tudja a gép, hogy... Igen, hát akkor nincs benne. Nem tudja, Edő. Nem tudja, hogy melyik legyen. Nem baj. Akkor menjünk arra, hogy... Hova menjünk? Na ott van, tessék, az íze zöld. Hát lehet így följebb is jönni. Ott van a zöld, tessék. Erre a
kis napra már nem fér rá az egész. Igen, igen, nem kell annak, mert az nem jó, hogy és ha nem csoportkép, hanem egy-két ilyen snit ebből a mozgóképből, ez is jó lesz. Az autó nem megy bele, csak nem mindegyik autót töri össze. Mert van, amelyiknél ki van könnyítve a dugattyú, hogy a szelep nem, a, benn van a szelep, akkor is. Volt egy Fiat Fiorino, aminek elszakadt a vezérlőszíja. Nyíkt a nyelv cuccúját. Azt nagyon megtanultuk. Nem tudott még akkor is a hiányoztak. Ezt tudtuk mondani. Nem, amikor érezted, hogy valójában, amikor a gyerekeim. Köszönjük, Pisti, a vendéglátást! Beszéljetek már még a vezérművekről egy kicsit. Csak nem gondoltam, hogy ennyi bableves itt fogsz hagyni. Már kevesebb van. Minden jó. Már tényleg egy tányér.